Jobban érzi magát Törőcsik Mari, az sem kizárt, hogy novemberben színpadra léphet a Nemzeti Színházban, a Galilei című darabban, bár ezzel kapcsolatban a művésznő azt mondja, csak akkor tud nyilatkozni, ha egyeztetett az igazgatóval. Csak bízni tudok abban, hogy az egészségi állapotom novemberre megengedi majd, hogy visszatérjek a közönség elé, mondta a Hot magazinnak a színésznő, akinek állapotáról Bodrogi Gyula többet is elárult. Mindig attól tart, hogy benn fogják a kórházban, de ez csak egy rövidebb kezelés volt. A velemi otthonában könnyebben megy a gyógyulás, mondta a színész, aki mostanában nem igazán tudja látogatni Törőcsiket, de telefonon folyamatosan tartják a kapcsolatot. Bodrogi azt mondja, amikor találkoznak, nem bírja megállni, hogy ne etesse meg a művésznőt, enni muszáj. Neki a beteg keze miatt nem igazán megy egyedül. Olyankor van, hogy segítek neki, árulta el a színész, hozzátéve, Törőcsik Mari a legjobb kezekben van, a nap 24 órájában van mellette egy ápoló. A színész teljesen biztos benne, hogy felépül.